Üdvözlök mindenkit! Ez a videó azért készült, mert egy előző videómban látható volt egy fekete doboz, amit majd megpróbálok belinkelni ide a videóhoz. És a hyperzónos fiúk nem tudták elképzelni, hogy mire való. Mondták, hogy az ő videójukat is belinkelem, hogy magyarázzam már el, mi volt az a fekete doboz a villamos elején. Nos, hát akkor itt állunk egy hógép előtt, vagy hóseprő mozdony előtt. A fekete dobozt azt láthatjátok, ebben a dobozban található a hóseprő motornak a meghajtása. Mi is ez a hóseprés, vagy mi ez a hóseprő mozdony? Ez konkrétan ez a típusú jármű, ami arra szolgál, hogyha télen nagyobb mennyiségű hó, az olyan 10 centi fölött, vagy 10 centi körüli érték fölött kezd el leesni hirtelen, akkor ezt a mozdonyt, vagy ezeket a mozdonyokat kiküldik, és abban a pillanatban a alul található fémkefe segítségével eltakarítják a havat a sínről, és a villamosok tudnak közlekedni. Ez egy üzemi jármű, nyáron ritkán, télen azért elő-elő fordul a forgalomban, illetve ősszel, amikor a téli felkészülés tart, és gyakorolnak rá a járművezetők, akkor még lehet vele találkozni. Más, mint a Muki. A Muki az egy vontató jármű, aminek a belsejében, vagy motoros fedett teherkocsi hivatalosan, annak a belsejében természetesen lehet más csinálni, illetve abba lehet szállítani, illetve a Muki tud vontatni pótkocsit, forgóvázat és más villamost. Szóval a hógép annyiba különbözik a tehermozdonytól, hogy hóseprő, hogy az alján található egy fémkefe, az lesöpri a havat a pályára. Amint említettem, fekete doboz az ugye ott fönt van, kicsit beletakar a alacsonyabbak látóterében, magasabbak, azok elég magasan néznek ki a hógépből ahhoz, hogy ez ne zavarja őket. A fekete dobozban található az a villanymotor, ami meghajtja ezt a fémkefét, és ezért van rá szükség. Ezért a hógépen 4 motor található, a mozdonyon pedig 2. Ugye a hógépen is csak 2 meghajtó motor és 2 darab kefe meghajtó motor található, és a kapcsolását majd belülről megmutatom, hogyha lehetőség van rá. Viszont ez a hagyományos rendszerben még az a fekete doboz elől van. A fekete doboz a villanymotorát a tőlem balra, nektek jobbra található kapcsolóval lehet szabályozni, tehát úgymond fölpörgetni a seprűt, ami a sínre hullott hót lesöpri, letakarítja, és ugye ebből is lehet kikapcsolni ugye az elektromos meghajtását. Ez egy közvetlen kapcsolású kapcsoló ívszeletes, azt jelenti, hogy van egy fa henger, rajta részcsíkok, részújak, és amikor egy részcsík behúzódik, akkor ott záródik az áramkör, és megkapja a motor az ellenállással, vagy anélkül a megfelelő áramot, és így elkezd dolgozni. Egy hajtáslánc, amit mindjárt megmutatok, megmutatja, hogy megpörgeti a kefét, és ezáltal ugye a ráhullott hók mennyiség eltűnik a sínről, és ezáltal a villamos közlekedés folyamatosan. A hógép önmagában egy mozdonynak, tehervillamos mozdonynak hasonló járműve, mondanám, hogy testvére, hisz ez a nektek balra található kapcsoló a jármű vezetését szolgálja előre. Egy légfékszabályzat található, illetve a kis kút, kerekes kút, a kézi rögzítő fék, ami a levegős fék tel egyenértékű rendszert működtet, tehát vagy levegővel, vagy pedig kézifékkel állítani a járművet. Ha szükség esetben villany féktel is meg lehet állítani, tehát az elektromos áram visszafele termelésével, ugye hővé alakításával meg tudom állítani a járművet. 90 éves járműről beszélünk, aminek a korszerűsítése jelenleg is zajlik. Valószínűsíthetőleg, hogy több ilyen korszerűbb hóeltakarító jármű lesz, illetve azok már nem csak hóeltakarításra lesz alkalmasak, permetezésre, fűvágásra, egy univerzális lehetőség lesz, mint munkagép. Ez a munkagép fejlesztési része
az, hogy az egyik mukit is felújították, és ez a korszerűsítés is most is tart. A Hyperzone-os srácoknak megüzenem, hogy nyugodtan kérdezzetek, amit nem értetek. Szívesen csinálok róla bemutató videót, legközelebb is, de majd valamikor betérődök hozzátok egy jó kis zónázásra.